Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Szegeden, ahogy ez szokásos templomon kívüli dharma beszédeinken, az Om Nám mantrával kezdjük, az univerzum a maga tisztaságában 7-szer. Szépen. 2500 évvel ezelőttről indítom a mai dharma beszédet. Képzeljük el, hogy Gautama Siddhartha, aki később Shakyamuni Buddha néven volt ismert, 6 év nagyon kemény gyakorlás után eléri a felébredést, és a leírások szerint a következőt tapasztalja. Mindenkiben ott van a felébredett tudat, csak nem látjuk. Mindenkinek van buddha természete, csak nem azt használja. És épp ezért, mivel nagyon egyszerű, nagyon világos, ezért nehezen tanítható. És akkor Gautama úgy dönt, hogy ő ezt nem is akarja tanítani. Ő megvan abban az egyszerű, tiszta, világos állapotban, amit nagyon sokan nem dualisztikus bölcsességnek, vagy egyetemes együttérzésnek neveznek, mások nirvánának, ellobbanásnak, megvilágosodásnak. És ő neki ez elég, nem kell több. És ekkor a mítosz szerint Brahma lejött a legmagasabb mennyországból, és megkérte Buddhát, hogy tanítson, mert vannak a földön olyanok, akiknek szemét kevés por fedi. És ezért a Buddha elkezdett tanítani. És természetes, hogy az 5 aszkéta társ, aki a közelében gyakorolt, és tapasztalta Siddhartha átalakulását, ők nem hittek neki. Nem hitték el, hogy ez a világ nem rendelkezik mással, mint a tudat teremtésével. Nem hitték el, hogy nem függünk különböző látható és nem látható lényektől, de egymástól, emberektől igen. A környezetünktől igen. Az Avatamsaka Sutra később ezt úgy fogalmazza meg, hogy ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ha ez a tudat tiszta, akkor ennek a teremtése is tiszta, ennek a következménye is tiszta. Ha ez a tudat nem tiszta, akkor szenvedésteli, kettősségekre, szélsőségekre szakadt világot teremtünk, és azt éljük. Ebből a szempontból ez a világ, amit most látsz, 7,7 milliárd emberi tudat terméke. Amilyen minőségű világot látsz, olyan minőségű ez a teremtés. Mennyi szenvedést találsz benne, mennyi boldogságot találsz benne, és a legfontosabb, hogy mi az, amit te hozzáteszel. Mi az, amit te elveszel belőle. Hozzáteszel-e szeretetet, együttérzést, bölcsességet, segítőkészséget, és elveszel-e belőle szenvedést, boldogtalanságot, kisemmizettséget, szegénységet, katasztrófákat. Több évezreden át beszél az emberiség valami fontosról, valami transzcendensről. Néha ezt megszemélyesíti, akár egy, akár több mennyei létezőben. És mindeddig nem jöttünk rá, hogy akármi is van
a transzcendens birodalomban, az érzékszervek által nem tapasztalható birodalomban, akárhogy jöttünk ide, akárhogy teremtettünk, ez a világ a miénk, a mi felelősségünk. És hogyha a felelősséget merjük vállalni, akkor a szabadságot is előbb-utóbb megtaláljuk. És ugrunk előre az időben. Nemrég megkérdezték tőlem, hogy szerintem eljön-e Maitréja, a szeretet Buddhája. És ha eljön, akkor megváltja az emberiséget a sok-sok szenvedéstől. Nézd meg, hogy egy iskolás mikor kerül felsőbb osztályba. Ha az évvégi jegyei megfelelőek, akkor felsőbb osztályba léphet. Régen még ezt beírták. Felsőbb osztályba léphet. Úgy tűnik, hogy több ezer éve tudjuk a leckét, az emberiség mindig bukik. Nincs olyan évszázad, hogy ne buknánk hatalmasat magunk és mások előtt, a békéről papolunk és közben háborúkat viselünk, az együttérzésről beszélünk és közben önzőek vagyunk, a bölcsességről beszélünk, közben állandóan okoskodunk. Miért nem jön el a következő Krisztus? Miért nem jön Maitréja? Miért nem jön a szeretet Buddhája, hogy egyszer csak könnyebb legyen? Azért, mert nem csináltuk meg a leckét. Mert ott a házi feladat, tudjuk, hogy mit kéne csinálni, a tanítások kellően nyilvánosak, kellően elérhetőek, és mi nem végezzük el a házi feladatot. Nem csináljuk a dolgunkat. Ha csak azt a tananyagot tanulnánk meg, amit a nagyon nagy tanítók már 2500 éve, 2000 éve, Buddhidharma 1500 éve, Szent Ferenc 8-900 éve, amikor ez mind-mind a birtokunkban van, ne várjuk azt, hogy felsőbb osztályba lépünk, amíg ezt be nem végezzük, amíg ezt a házi feladatot összes feladatával, összes bekezdésével együtt ki nem töltöttük helyesen. Tudjuk, mit kell csinálni. Miért ne tennénk? Mi az akadály? És ezért, hogy ezt az akadályt elhárítsuk magunkban legfőképp, ezért érdemes kérdezni, hogyha nagyon rosszul érzem magam, akkor mi ez a rossz érzés? Honnan jön? Ha valami boldogságot tapasztalok, hogyan oszthatom meg másokkal? Ha szükséget tapasztalok, honnan kaphatok segítséget? Ha tudok segíteni másoknak, hogyan tegyem? Tehát az emberiség több évszázada, több évezrede nagyon jól tudja, hogy mit kell tenni. El kéne takarítani a téves nézeteket, és így kikerülni a kabzsiság és dühhálójából, és amikor ezt megtettük, akkor lehet igazán elkezdeni élni ezen a planétán, amikor már nem kell attól aggódni, hogy tudatlanságunk az magunkra borítja a környezetet, hogy élhetetlenné teszi a bolygót. És a belső úton sokkal inkább kérdések vezetnek, semmint dogmák vagy fixa ideák, mert a kérdések mindig olyanok, amik téged érdekelnek. Ha felteszel egy kérdést, az a tiéd. Azt nem más tette fel. A kérdés egy bizonyos irányban megnyitja a tudatot, arra mehetsz, az érdekel, arra vagy kíváncsi. És a válasz egy újabb kérdés szül. Amikor gyermekek vagyunk, akkor a legtöbb kérdésünk a miért elkezdődik. Anyu, miért? Apu, miért? 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 Egyszer utaztam egy közép-európai vonalon, vonattal, és a 3 éves kisgyermek 4 órán keresztül miérteket tett föl. Az anyuka és az apuka, akik együtt utaztak a kupéban velem és persze gyermekkel, körülbelül 1/2 óra után kifutottak a válaszokból is, apuka a türelméből is, és akkor anyuka átment nyugtató üzemmódba. És akkor elkezdte terelni a kérdést, valami olyan irányba, hogy a gyerek ne foglalkozzon vele. Különböző figyelemelterelést talált ki, az ételtől, italtól kezdve a játékokig, az ablakon keresztül mit látsz, és jaj, nézd, ott egy tyúk a tyúkolban.
És amilyen szinten a miértekre választ adunk, oly mértékben látjuk tisztán az okozatiságot ezen a földön. Az ok és okozat működése az a miért, azért halmaza. Viszont a legvégső miértre, hogy miért vagyunk itt, miért születtünk, ha születtünk, miért kell meghalni, utána hová megyünk, mi lesz velünk. Ezekre a nagyon mély kérdésekre a puszta racionalitás nem ad választ. És egy idő után abba hagyjuk. Felnőtt korban egy más kérdéstípus lesz fontos, a hogyan kezdetű kérdés. Hogyan szerzem meg az első lakást? Hogyan veszem meg az első autót? Hogyan járatom a gyermekeket iskolába és óvodába? Hol lesz az jó? És a hogyan kérdések ezek a felnőtt kor nagy részét jellemzik. Néhány miért még becsúszik, de egy idő után, főleg családalapítás után már nem nagyon foglalkozik az ember mély miértekkel, esetleg válsághelyzet esetén. És ahogy telik az idő, az élet egyre inkább beáll egy fix pályára, és pár évtized elteltével az ember már nem hisz a nagy paradigmaváltásokban, és akkor jön a harmadik kérdéscsoport, a mikor. Mikor kapom a következő tázappelyet az ágyba? Mikor jön az orvos, mikor visznek ki sétálni, mikor hozzák a következő adag tejet az ajtó elé, és mikor jönnek értem. És az emberi élet olyan rövid, a természet és a föld létezéséhez képest olyan kurta, hogyha nem adunk neki valami jelentést, valami értelmet, akkor úgy tűnik, hogy az egész hiába való. Igen, lehet jó állásod, jó családod, jó életed, de visszanézel az eltelt időre, volt-e értelme, volt-e célja, túlmutatott-e ezt saját magadon, az énségeden, akkor nagyon nehéz erre tartós és megnyugtató választ adni. Távol álljon ez a beszéd attól, hogy arra sarkaljak mindenkit, hogy igen, írd be magad a történelem könyvben. Nem. A történelem is elmúlik. Vagy hagyj magad után tartós emléket. Nincs tartós emlék. Ebben a pillanatban a lélek merre megy? Mennyire tudatos? Mennyire felébredett? Mennyire segít másoknak felébredni? Mennyire tesz föl mély és őszinte kérdést? Ezek azok a pontok, ahol az ember megáll és befelé néz. És a befelé tekintés egy olyan kérdést eredményezhet, amely rákérdez önmagára, hogy a sokból eljussunk az egyhez, a jelenségektől a lényeghez, a sok-sok szereptől a rendezőig, a mulandóságtól a mulandóság fölé. Amikor a 6. pátriárkát üldözték, mert véletlenül őt választották pátriárkának, és nem Shenxiut, az akkori gyakorlatvezetőt, akkor az üldözője el akarta vinni a Buddha tanítását jelképező relikviákat, a tálat és a kasát. Viszont a legenda szerint nem tudta elmozdítani a helyéről. Ekkor Hui Neng előjött, és az üldözője megkérdezte, fiatalabb testvérem, én nem a tálért és a ruháért jöttem ide, hanem a dharmáért. Kérlek, tanítsd nekem azt, amit az 5. pátriárka tanított. És akkor a 6. pátriárka egy kérdést tett fel az üldözőjének, amely így szólt. Amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Ezt hallva az üldözője elérte a megvilágosodást, leborult előtte, és azt mondja, ezen tanítás hallatán, mely tiszta, mint a hegyek forrásvize, a lelkem örül, és szellemem a magasba emelkedik. Kérlek, fiatalabb testvérem, mondd el, hogy ezen kívül hagyományozott-e rád más titkos értelmű tanítást az 5. pátriárka? Erre Hui Neng így szólt. Nem, a kérdés teljes, és felöleli azt, amit az 5. pátriárka nekem hagyományozott. Ekkor az üldözője azt mondta, kérlek, hadd lehessek a tanítványod. Erre Hui Neng így szólt. Ha ilyen tudattal bírsz, akkor mind a ketten az 5. pátriárka tanítványai vagyunk. Menj békével!
Ez a kérdés, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod, vagy igaz önvalód? Ez leegyszerűsödött később arra, hogy mi az eredeti arcod. Utána csak az maradt belőle, hogy mi ez. És a zenben kapott egy pár kiegészítést, hogy ülve, állva, járva, fekve, folyamatosan megállás nélkül, mi ez? Mi az, ami lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez és beszél benned? Mi az, ami cselekszik a testeddel? És főleg mi az, ami kimondja azt, hogy én? Ha francia lennél, azt mondaná, hogy je. Angolul azt mondaná, hogy I. Paruszki, ja. Ne feledjük el, még fontos lehet. Tehát mi ez? Ébrenlétben, álomban, beszédben és csendben mi ez? Testben, testen kívül, születésben és halálban mi ez? Ez az egyetlen, ami nem jön és nem megy, ami tiszta, tükörszerű és térszerű. Nincs jó vagy rossz benne, semmiféle dualitás. Amikor Sákyamuni Buddha a létezés 12 rétű láncolatát tanította, akkor a létforgatag kezdeteként a látás elvesztését jelölte meg, ezt úgy hívják, hogy avidjá. Amikor a tiszta tudat, az osztatlan, térszerű, tükörszerű tudat elvész, akkor megjelennek dualisztikus nézetek, megjelenik az én képzet, megjelenik az önálló egyéniség, mint abszolút létező. És akkor elindul a vándorlás, a sok-sok születés és halál. És mindaddig, amíg nem látjuk be az én önálló lét nélküliségét, amíg énes vágyunk és dühünk van, addig az akaratunk mindig visszamutat az érzékszervhez kötött létbe, mert pusztán a szokásainkat követjük, és nem tettünk föl egyetlen egy olyan kérdést sem, amitől ez megváltozna. A kérdésnek nagyon sok hatása van. Mélyebbre visz, az eddigiektől különböző választ kapsz, és ami a zenben nagyon fontos, főleg, hogyha a meditációban ezzel a nagy kérdéssel dolgozol, mi ez, hogy hirtelen egy távolságot teremt közted és a karmád közt. Amiről azt gondoltad, hogy te vagy, mert a hátizsákot olyan szorosan magadra szíjaztad, hogy azt hiszed, hogy az a tested. A kérdés által a tudatban tér keletkezik. Téresség, amely a reflexiónak, a tükrözésnek a lehetősége. Rálátsz a karmádra, és látod, hogy ugyan te teremted, te viszed, és te tudod megszüntetni, de nem azonos veled. Ahogy a csoki gyár sem azonos a csokoládéval, az egyiket megesszük, a másikat nem. De teljes felelősséggel termeli a csokoládét, hogy az egészséges, finom, eltartható, és egyéb legyen, hogy mi azt fogyaszthassuk. Milyen létet teremtünk tehát egymásnak? Ehhez ebben a belső kérdésben érdemes elmerülni, hogy ezáltal a tudat öntisztító képességét aktiváljuk. Hogyha felteszed a kérdést, és megmersz maradni a kérdésben, folyamatos reflexió, folyamatos tükrözés lesz az eredmény. És nem a személyiséget osztod meg, nem az éned lesz A és B, hanem egy tiszta, tükörszerű tudat áll be, és úgy látod magad, ahogy vagy. Nem az egyik feled nézi a másikat, hanem hirtelen egy tükörfelület keletkezik, amiben nincs semmi. Ezért látod benne magadat úgy, ahogy vagy. Előbb-utóbb a másikat is úgy, ahogy ő van, és a világot is a maga természetében. Ha gondolkodsz, akkor a dualitások elkezdik ezt a tükröt eltorzítani, összekarcolni, foltokat rakni rá. És amely nézettel, mint abszolút értékű nézet azonosulsz, az bizony ráég a tükörre, és ott marad vakfoltként. Amikor pedig kérdezünk, akkor ezek a vakfoltok szépen lehámlanak,
A tükör kiegészül, a torzulatok eltűnnek, a karcok kisimulnak. Ezért a helyesen végzett meditációs gyakorlat spontán lélektisztulást, tudatosodást, nem azonosulást hoz. Ezzel aktiváljuk a lélek öntisztító képességét. És hogyha rengeteg pszichoszomatikus problémád van, ami azt jelenti, hogy a lélek levitte a karmát testre, magyarul megbetegíted magad, akkor ez a folyamat is csökkenhet, vagy teljesen el is tűnhet. És ekkor a test visszakapja az egészséges immunrendszerét, és aktiválódik a testnek az öngyógyító képessége, szintén határokon belül. A határ a saját hitrendszered, az azonosulásod korlátai. A zenben a tudat tisztaságát helyezzük előtérbe. Minden, ami a testtel történik, másodlagos. Ez a jármű, nekünk a vezető a fontos. Amikor test és lélek szétválik, a test itt marad, és az öt elemre szétoszlik ismét. A lélek tovább megy. Ugye fontos, hogy milyen karmát viszel tovább. Ugye fontos, hogy milyen emberként fogsz újra születni. Ugye fontos, hogy milyen körülmények között. Ugye fontos, hogy találkozol-e a dharmával a következő életedben is. És ha igen, akkor legalább a saját helyes elvárásaidnak felelj meg. Már tudjuk, mit kell csinálni. Már készhez kaptuk a házi feladatot. És emlékezzünk arra, hogy amíg ezt az osztályt nem jártuk ki, felsőbb osztályba nem léphetünk. Addig ismétlünk. Én viszont nem szeretném ismételni önmagam, úgyhogy várom szeretettel az első kérdezőt ide előre. Egy olyan kérdésem lenne, amiről már egyszer társalogtam Dokezunimmal is annó, de eléve neki is hasonló cipőben járt egy időben. Nagyon érdekelne, hogy te mit gondolsz erről a témáról. Óvodáskorom óta küzdő sportolok, és körülbelül 2-3 éve idő előre haladtával egyre erősebben éreztem azt, hogy ez a kettőt így nem tudom összeegyeztetni. És ezt úgy mondom, hogy tegyük fel, hogy átmentem a hegy, a folyó allegórián, és az ütés már csak ütés, a rugás csak rugás, az edzés csak egy edzés volt már évek óta. És mégis egy idő után mindig nagyon erősen érzem azt, hogy ha otthon csinálom a gyakorlatot, az önzetlen életet, a másokért való tevékenységeket, este meg lemegyek gyakorlatilag küzdeni, amit nem lehet olyan tudattal csinálni, hogy csak lemegyek és mozgok. Szóval ez most nem harcművészetről beszélünk, ahol mondjuk formákat csinál egy ember, hanem tényleg, ahol fájdalmat okozol, és fájdalmat kapsz vissza. Annak ellenére, hogy a barátaiddal vagy lent gyakorlatilag. És ez elég nagy feszültséget okoz nekem 2-3 éve. És mivel nagyon rég csinálom, lassan 29 éve, ezért tulajdonképpen az élet vitelemnek a szerves része. Ki tudnék belőle, sőt, most már egy-két hónapja nem is voltam lent pont emiatt, mert egyszerűen azt éreztem, hogy nem megy a kettő, nem tudom csinálni a kettőt együtt, viszont azt is érzem, hogy ha megoldható lenne, akkor én mindkettőt csinálnám párhuzamosan. Viszont a szent és harcművészetet gondolod? Hát nem harcművészetet mondanék, mert a harcművészetben inkább a formákra mennek rá. Azt lehet nyugodtan csinálni, mert tájcsizom is, azzal nincs is gond. Viszont az a küzdősport rész, ami meg ténylegesen ártós, versenyes, ott nem lehet úgy, még csak gyakorolni se, hogy ne az elmédben arra készülni, hogy ez ténylegesen véded, egy támadást ténylegesen megtörténik, ténylegesen nem lehet. Nehéz úgy a zent nekem gyakorolni, vagy csak azért, mert még nem értem el ténylegesen, csak azt hiszem a csak ütést, hogy tiszta tudattal megyek le, de én úgy érzem, hogy már nagyon rég, olyan rég benne vagyok, hogy nagyon rég nem. Nincs mögötte semmilyen gondolat, szándék, se az, hogy nyerjek, se az, hogy veszítsek, csak csinálom. És mégis érzem azt, hogy amikor gyakorlunk, vagy készülünk versenyre, vagy bármi, nem lehet
egy küzdősportot úgy csinálni, hogy gondolatban ne az éleset képzelni az ember, amivel gyakorlatilag már megteremtem azt, hogy biztos, hogy meg fognak idővel támadni, mert arra készülök, hogy megtámadjanak. Mi a kérdésed? Azt, hogy csináljam úgy az ENT, hogy másnak ne ártós életet, hogy közben meg tudjam tartani a küzdősportot is. A küzdősport és a másoknak való ártás az azonos vagy különböző számodra? És még? Ugyanis két teljesen különböző dologról van szó. A közös küzdelem, az edzések, az embereket általában közel hozzák. Tehát a fájdalom és az öröm közös tapasztalata, legyen az akár fájdalom, akár öröm, sokkal erősebb kötést hoz létre, mint hogyha egy közömbösen elsétálgatnánk egymás mellett. Általában egy ilyen egyesületben van formagyakorlat, van küzdelem, ahol általában védőfelszereléssel, de beviszik az ütéseket és a rugásokat, utána zuhany törölközés, és elmegyünk együtt enni és inni. Ez így szokott történni. Innentől kezdve nem ártottam a másiknak, hanem a felébredés felé segítettem, hogyha tud róla akkor is, ha nem, akkor nem. Miért? Ha gondolkodsz, akkor veszítesz. És ezt minden harcművész tudja. Tehát a csatában a te intuíciód és a másik intuíciója, illetve az a képesség és képzettség, amit az edzések során szereztél, ezek csapnak össze. Aki lassúbb, aki szétesettebb, aki többet gondolkodik, az veszít. És innentől kezdve segítesz a másiknak ezzel. Nem teszem fel most azt a kérdést, hogy miért végzed ezt a sportot, és miért küzdesz. 29 év alatt annyi mindenen átmehettél, hogy miért és miért ne, hogy ez most nem fontos. Én nagyon is párosíthatónak látom a zent és arcművészetet, nem pusztán a történelmi példák miatt, hanem azért, mert a Buddhát is nagy hősnek nevezték. Koreaiul Dae-ung. Ő is ksatria uralkodói családból származott, ahol megtanították a harcra. Gyakorlata abból állt, hogy a külső harcot, az ellenfél fölött aratandó győzelmet átvitte egy belső harcra, átvitte a saját karmája fölött aratott győzelemre. És hogyha másokat legyőzöl, akkor hatalmas lehetsz, de hogyha magadat legyőzöd, akkor igazán erős. És a saját szokásaink, a saját karmánk fölött aratott győzelem, hogy a látás erősebb a szokásnál, az iránytartás erősebb a szétszórtságnál, az önzetlenség erősebb az önzésnél. Ennek a harcnak sosincs vége. És pont ezért talál az ember mindig új erőt és újabb motivációt erre, mert magán és másokon pont a tiszta küzdelemmel tud segíteni. Már mindegy, hogy a pontozó mit mond, csak én belül legyek tiszta, és pontosan úgy harcoljak, ahogy egy harcművészhez igazán méltó. A győzelem és veszteség bármiféle gondolata nélkül. Teljesen egyé válva a másik tudatával és mozdulatával, és mivel nem gondolkodom, és a pillanatban 100%-ig jelen vagyok, ezért győzni fogok természetesen a fölött, aki kevésbé van jelen, aki többet gondolkodik, aki rosszabbul képzett. De ezt a magam oldaláról nem győzelemként fogom föl, hanem egy egyszerű következményként a két tudatállapot és fizikai állapot közti különbség következtében. Nem én győzök, sőt ezért ő nem vesztett, csak most éppen tőlem tanult, és nem mástól. És igyekszel jó tanító lenni. És nem fordul meg a kocka akkor sem, amikor te tanulsz, mert valaki gyorsabb volt nálad, tisztább tudatú volt nálad, jobban képzett volt nálad. És ennek az énségnek a megszüntetése, a relatív teremtett mi voltának a belátása, ennek sosincs vége. Ōsensei, azaz Morihei Ueshiba egy nagyon mélyen realizált harcművész volt, ő az Aikido alapítója, és olyan történet kering róla, számos egyéb történet mellett, hogy volt egy fiatalabb harcművész szolgálója, aki jó pár évet eltöltött már az Aikido gyakorlásával, de még a tudata nem volt különösebben képzett, és egyszer sétáltak úgy egy kertben, hogy a szolgáló tisztelettel 3-4 méterre lemaradva követte a mestert, és egy óvatlan pillanatban azt gondolta, hogy
ebben a pillanatban hátulról milyen könnyű lenne egy olyan ütést mérni rá, ami akár halálos is lehet. És ahogy ez az akarat morzsa megjelent, Ószenszáj hátrafordult és rákérdezett, mire gondoltál? És megdöbbent a szolgáló, és erre azt mondta Ószenszáj, Szakki, tehát a harc szándéka mozdult meg benned. És akkor meghajolt, leborultál, és azt mondta, hogy igen, mester, egy óvatlan pillanatban arra gondoltam, hogy most védtelen, és hogy most győzni lehetne fölötte. Akár halálos ütést is lehetne mérni rá. És Ószenszáj azt mondta, hogy nagyon nagy szerencsét, hogy bevallottad. Ez nem nekem fontos, hanem neked, hogy haladhass az úton. Tehát ilyen szintig el lehet vinni. Úgyhogy rengeteg a távlat, csak csinálni kell. Az én kérdésem sokkal egyszerűbb. A jármű nem nagyon bírta a házi feladatot néhány hónap. Rendszeres leborulás után erős tért fájdalom jelentkezett ilyen egész nap folyamatosan, úgyhogy abba kellett hagynom. Erre mi a megoldás? Jóga, úszás. Ezt a kettőt be kell építeni, és akkor a leborulások tovább folytathatók, ha már elmúlt a tért fájdalom. Nagyon fontos az izomtónus és az inszalagok megfelelő karbantartása, és egy olyasféle mozgás emellé, ami mondjuk egy-másfél órára a gravitáció terhét leveszi, és közben erőteljes, növekvő, oxigénadósságos edzésünk van. Erre az úszás kiválóan alkalmas. Most már szinte minden utcasarkon van egy jógastúdió, aminek én nagyon örülök személyesen. Tessék elmenni, találni egy szimpatikus jóginit vagy jógit, és akkor ő majd megtanítja neked, hogy hogyan lehet ezt az egész járművet jobban karbantartani, és akkor működik a hármasság együtt. Először is szeretettel köszöntelek itt Szegeden, és köszönöm nagyon szépen meghívást. Köszönöm, hogy újra itt vagy közöttünk. Buddha négy nemes igazságának, hogy van szenvedés, ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Amióta meditálok, azóta a szenvedést egészen másként látom, mint előtte. Előtte is tudtam, hogy szenvedek, de a meditálás egy másfajta rálátást hozott. És az lenne a kérdés, hogy miért? Hogyha van szenvedés, akkor miért vágyunk az örök életre? Mert nem ismerjük a szenvedés okát, a megszüntetését és a megszüntetés útját. És az örök életre való vágy az a menekülésnek az egyik legjobb kifejeződése. Ez menekülés előre? Fölfelé. Menekülés innen el, fölfelé. És az örök létre való vágy és a nihilizmus, ez gyakorlatilag egy paraszt hajszára van egymástól. Amikor nagyon-nagyon sok az energiám, és nagyon hiszek valamiben, és valaki megígéri nekem az öröklétet, akkor törekszem, hogy azt valahogy érjem el. Hát, ha nem most, akkor az életem végén, vagy valahogy, de muszáj, hát ez borzasztó. És amikor nem megy, akkor meg semmi se kell. Senki se kell. Szűnjön meg minden, én is. Ne legyen itt semmi. Akkor dühös vagyok. Tehát a düh alapú menekülés a nihilizmus, a vágy alapú menekülés az öröklétre való vágy. De az öröklétre azt úgy gondoltam, hogy nem akarunk a testtől sem megszabadulni. Tehát, hogy az egy érdekes feladat, hogy ezt a testet bevinni az öröklétbe. Melyik verziót szeretnéd, a 20 évest, a 30 évest, a 40-est? Tehát mikortól kattanjon át a DNS? Tudod, van olyan, hogy megtalálták, hogy mitől öregszünk. Tehát úristen, el ne terjedjen. Most gondold el. Taoista remetéket meghazudtoló módon, ilyen 120-140-150 éveket élne az ember ebben a testben. Nagyon cudar világ lenne. Ezek stációk. Igazán nem az a kérdés, hogy itt maradni ebben a testben, hanem az a kérdés, hogy... Ezzel a testtel innen el az örök létbe be? Így? Ezt szeretnéd? Effektíve én nem szeretném, mert nekem pont az a szenvedés jött inkább, hogy te jó ég, majd megint jövök, és újra kell ezt az egészet kezdeni. Nem kezded újra, folytatod, és az nem te leszel. Ez egy újabb 2.0-ás verzió. Újabb test, és a lélek szerencsére az újabb énteremtő tudatával, a hetes megkülönböztető tudatosság lassú kialakulásával teljesen letakarja a korábbi identitásokat. És ez így egészséges.
Képzeld el, hogy egyszer csak mindenkinek 3 és 7 éves kora között így kinyílna a tárház tudata, és elkezdene emlékezni az előző életeire, hát brutális lenne a dolog, még felnőttként se bírja sok ember, a képzetlenje általában kicsit megkattan tőle, hogy most akkor nem tudja, hogy ő kicsoda. Szóval vannak olyan gyermekek, akik spontán emlékeznek, ugyanis olyan lezáratlan traumák és egyebek vannak, amelyeknek már akkor meg kell nyílni ahhoz, és ki kell kommunikálni a világgal ahhoz, hogy az ő lelke rendben legyen. És mondja, hogy ti nem vagytok az én szüleim. Nekem más szüleim vannak. Tehát összetudja cserélni az előző inkarnációbeli szüleit a mostanival. Nem ez az igazi otthonom. Én máshol vagyok otthon. Tehát rengeteg ilyen gyermekkori emlékezés van. És utána, amikor az érzékszervi kötés jobban fogja a tudatot, főleg 7 éves kor fölött, érzékszervi világ már nagyon sok adatot adott, akkor utána ez lezárul, és ezek a spontán emlékezések elmúlnak. Nagyon-nagyon rendben van az, hogy ez a test múlandó te. Hú, az gyönyörű. És az is rendben van, hogy nem emlékszünk az előző életeinkre, de az archetipusok tolják az elintézetlenséget fölfelé, és a tudat küszöb előbb-utóbb enged, és a felszínek kerülnek akaratmorzsák, ösztönök, averziók, harag, vágy, dű, teremtés és pusztítás vágy. És ezeket mind a korábbi identitásaink már név nélkül, már címkék nélkül, de tolják szépen a tudatküszöb alól. És amikor az ember meditál, a zen nem regresszál, a zen nem vezet vissza tudatosan előző életekbe, ezt én mondom itt és most, tehát erre, ezt ne várja senki. Ez egy másik cég, ez egy másik sátor. Amikor itt ülsz, és próbálod a pillanatot teljes tisztaságában tapasztalni, minden olyan dolog megjelenik, ami ennek az akadálya. Ha ez az akadály ebben az életben gyökeredzik, akkor az. Ha előző életben gyökeredzik, akkor az. Néha kép és hanganyaggal együtt, általában képanyag. És amíg az a dualisztikus címkéjét, minősítését, ítéletét el nem veszítette, addig nem tud visszaintegrálódni a személyiségbe. De ha ebben a tiszta tükörszerű tudatban meglátod, mert fölteszed a kérdést, hogy mi ez, honnan jön, meglátod annak az okozati udvarát és az okságát, tehát hogy honnan jött és hová ment, mi volt az eredete és mi lett az eredménye. És akkor ez az extrém duális címke, hogy nagyon-nagyon jó, vagy nagyon-nagyon rossz, ez elkezd egy picit oldódni. És mihet az ítéletalkotó, dualitás teremtő tudat leszedi róla ezeket a címkéket, megszűnik önálló létben elszigetelten lenni, megszűnik extrém traumának, vagy extrém örömnek lenni, és elkezd visszaintegrálódni a személyiség normális síkjába, normális struktúrájába. Ezt hívjuk természetes egyéválásnak. És ha ez előző életbeli trauma, akkor lehet, hogy meglátod azt, hogy te éppen akkor mi voltál, amikor ezt csináltad, vagy veled csinálták. Ez teljesen természetes és spontán folyamat, és ismétlem, az rendben csak arra törekszünk, hogy ezt a pillanatot tisztán éljük. A jövő az ugyanez. Tehát most látod, hogy te hogy működsz, mint lélek és test, és egyszer csak a jövőnek egy következmény síkja beköszönt, hogy igen ám, de hogyha te így folytatod, akkor ez lesz. Akarod? Ha nem akarod, akkor változtassál. Úgyhogy ezért érdemes kérdezni, és a válaszokat pedig meglátni. Ha helyesen kérdezel, akkor a személyiség egyben van, az avatárod jól működik, a múlt, a jelen és a jövő tudata ebben a pillanatban összpontosul. Ha helytelenül kérdezel, akkor a tudat szétesik, még többet gondolkodik, még inkább széttagolódik. Hogy tessék egyszerűen tisztán kérdezni. És akkor működik, jó? Ezt a három drágaságot, a tanítót, a tanítást és a szangát megtalálni nagyon nehéz volt. Hogyan lehet ezt a következő életben? Most mit lehet tenni, hogy hamarabb rátaláljak? Nagyon sokat tehetsz érte. Tehát én végignéztem azt az első 24 évet, amíg a zenhez eljutottam, és volt korábbi buddhizmus, korábbi jóga, meg harcművészet, előadó művészet, egy csomó minden volt. És hogy miért nem maradtam meg ezekben, mert nem hittem ennek az irányában, amit épp akkor csináltam. Tehát előre tekintettem 5-10-15 évet,
beszélgettem azokkal, akik mondjuk egy adott művészeti irányt 5-10-20 éve csináltak, és feltettem magamon a kérdést, hogy szeretnék-e ehhez hasonlóvá válni, szeretnék-e ilyen lenni. A válasz az volt, hogy nem. És ez nem a fölöttük való ítéletalkotás volt, ez az én utamnak a meglátása volt kizárásos alapon, hogy ez sem, az sem, az sem, az sem. Csak egyszer csak, na ez az. Ha ez megvan, és most megtaláltad a tanító tanítást és tanítványi közösséget, akkor belül minden nap adj hálát, hogy ez megvan. És minden nap fogad meg a 4 nagy fogadalmat, nem csak a 4 bódhiszatvát, hanem a következőt, emberi testben születsz újra, minden karmád erre vezessen, találkozz a tanítással, találkozz a tanítóval, és érd el a felébredést. Ez a 4 nehéz dolog. Emberi testbe születni, találkozni a tanítással, találkozni a tanítóval, és elérni a felébredést. És ha ezt te minden nap beteszed ide, ide, akkor minden akaratvektor errefelé fog mutatni, és ez nem jelent az, hogy leszűkül az életed, hanem minden, ami eddig széttartó volt, az összerendeződik. Ami eddig céltalannak tűnt, az elkezd valamit szolgálni, valakit szolgálni. Az ember rájön, hogy ez a világ mindig nagyobb lesz, mint ő. És érdemes a helyes kapcsolatot megtalálni a nagyobb csoporttal, legyen az család, vagy egyéb, és a világgal. És akkor rájövünk, hogy érdemes valami nagyobbat szolgálni, mint mi vagyunk. És akkor találkozunk a tanítóval, a tanítással, elérjük a felébredést, és emberi testben leszünk. Ez mind-mind eszköz valamire. Amikor a Buddha megfogalmazta a tanítás lényegét, azt mondta, ébredj föl, és segíts másokon. És hogyha ezt a nagyon magas rendű célt magad elé tűzöd, akkor mindaz, ami ennek az eszköze, a hozzávaló, az be fog következni. Nézd meg ezt a paradoxont. Iszonyú erős érzékszervi kötésben van az ember. Tehát annyira elhisszük, amit látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, gondolunk, érzünk, beszélünk, teszünk. Ebből van összerakva az élet. És nagyon-nagyon kevesen tudják, vagy látják, hogy ennél van följebb is. Hogy még kinyithatók frekvenciák. A tiszta térszerű tükörszerű tudat tapasztalata, az tényleg elérhető, és meghaladható ez az egész. Nem megszüntetem, nem minősítem, nem alakítom át, rálátok úgy, ahogy van. És hogyha ezt a nagyobbat szolgálja az ember, és az életén keresztül másoknak is adja, végképp nem a szavaival, a mindennapi életével, akkor ez egy olyan magas rendű cél, hogy az összes karmád ezt szolgálja. És a legnagyobb hibádból is lehet erény. És a legnagyobb erényt is le lehet fokozni önzéssel hibává. Nézzük ezt meg. Úgyhogy nincs itt semmi probléma. Ez az élet pontosan olyan, ami ennek lennie kell. A Föld az nem büntető tábor, vagy rejtett paradicsom. Ez a Föld ez olyan, ami enné tesszük. Pontosan olyanná tesszük ezt a Földet, amilyenek mi vagyunk. Tehát a Föld egy elképesztő jó visszajelzés, egy fantasztikus tükrözés, hogy az emberiség valójában milyen. Nem amit hirdet magáról, nem amit mond a másikról, nem amit szeretne, vagy amitől fél, hanem hogy valójában milyenek vagyunk, a Föld ezt tükrözi vissza. Most úgy tűnik, hogy az emberiség egy kicsit forró fejű. Egyre forróbb lesz a fej. Egyre erősebb tantienre van szükség, hogy ezt a sok-sok érzelmet, beszédet és gondolatot a helyén tartsuk. Ha ez így megy tovább, akkor a 40 fok az a nyári standard. Nem az, hogy úristen, 40 fok van. 30 évvel ezelőtt, ha emlékszel, 30 fok volt ilyen. A hőmérséklet elérheti a 30 fokot is, mondta Kudlik Júlia. Na de most... Ez már nem téma. Az a téma, hogyha 40 van. Itt, Magyarországon. Ugye kicsit forró fejű az emberiség, kicsit túl vagyunk fűtve, rengetegféle ambícióval, és hogyha ezt nem hozzuk egy kicsikét vissza a hűvösbe, akkor ez tovább fog forrósodni. Az pedig cudarvilág lesz. Mit szeretnénk?
Ez a kérdés. És ezt egy kicsit össze kéne hangolni. És minden helyzetből van kiút, minden kérdésre van válasz, minden problémára van megoldás. De ha nem tudjuk, hogy mit szeretnénk, ha nincs valami nagyobb, aminek a részévé tudunk válni, akkor ez le fog bomlani részletekre, énségre, önzésre, téves nézetekre, és akkor szétesünk. És ez mind-mind nem szükséges. Nincs végzetünk, nincs előre megírt sorsunk. Mi alakítjuk ezt pillanatról pillanatra. Ez és ennek a látása az igazi felelősség. Évekkel ezelőtt arra jutottam, hogy szeretnék valami értelmeset kezdeni az életemmel, és úgy döntöttem, hogy számomra úgy tudnám ezt leginkább megvalósítani, hogyha a gyerekekkel foglalkozok, és mint pedagógus tevékenykedem, úgyhogy elvégeztem a tanítóképzőt, és szeptembertől kezdem a munkát, és azt szeretném kérdezni, őszinte tiszteletem. Azt szeretném kérdezni, hogy tudnál-e valami útravalót adni egy pályakezdő pedagógusnak? Inkább kivennék a tarisznyádból. Hát hamuba sült pogácsa már van benne. Egy pár dolgot szeretnék csak így kihaintani belőle, egyetértéseddel. Az egyik a magaddal szemben támasztott maximalista elvárás. Ne abból indulj ki, hogy te hogyan és mit szeretnél tanítani, hanem vedd fel azt az irányt, amely a tanítás során fontos, és vezesd az osztályt és a gyerekeket arra felé. Ez, akármennyire is te vagy a tanító, és te vagy, és ők a diákok, ez egy közös séta. És minél fiatalabbak, annál kevésbé lehet elengedni a kezüket. És mivel tanítóképzőt végeztél, ezért a korcsoport elég világos. Itt azt hiszem, hogy az ismeretközlésnél fontosabb a lélekkapcsolat, fontosabb az a szeretett kapcsolat, ami közted és a tanítványok között a kimondatlanságban mindig ott van. Ezt nagyon kevésszer kell kimondani, és szerintem így az osztály szintjén szinte nem is szabad, de érezzék, legyen meg. A korrekt felkészültség az alap, és most inkább beletennék valamit a tarisznyádba, ez pedig az a mentális állóképesség, amire nagyon szükséged van. Hogy kibírd azt a karmát, amit a gyerek behoz az osztályterembe, hogy ne mozdítson ki, ne hozzon ki a sodrodból, hogy ne legyél rájuk dühös, amikor tényleg fegyelmezetlenek, hogy találd meg mindig a tudatnak azt a terét, azt a kis pontját, ahonnan másképp tudod látni az egészet, mint tegnap. Hogy a sztereotípiákba ne süppedj bele, és ne fásulj el soha, és tudd az adminisztrációt kint hagyni az osztályteremből. És hogyha tényleg a gyerekre és a karmájára tudsz fókuszálni, akkor látod a tudatát is, és akkor taníthatóvá válik. Tehát nincs rossz tanár, és nincs rossz gyerek. De hogyha nem találjátok meg a közös hullámhosszat, akkor taníthatatlan lesz az osztály. Tehát én pontosan emlékszem még alsó tagozatos időszakomra is, hogy kitől tudtam tanulni, és kitől nem. És nem hinném, hogy itt ez a berendezés ez nagyon más lenne, mint bármelyik ötöknél. Amelyik tanárról éreztük, hogy szeret minket, és közben szerethető is volt, attól mindent megtanultunk, mert ezt a szeretetet szerettük volna fokozni. Ha valaki hideg volt, elutasító, oktalanul fegyelmező, diktatórikus, részrehajló, igazságtalan, ítéletalkotó, ezt akkor mi nem tudtuk megfogalmazni, csak féltünk. És nem akartunk szólni hozzá, nem akartunk közel menni hozzá. Tehát ez, hogy az ember egy szeretet és boldogság kereső, és szenvedés és gyűlölet kerülő lény, ez teljesen világos. Tehát ez a tengely, ez gyönyörű. Ezek mentén kéne mozogni. És valami olyasféle lelkiséget bevinni az osztályba, amihez természetesen és ösztönösen vonzódnak a gyerekek. És ezt meg lehet csinálni mindenféle mesterségesség nélkül. Ez teljesen rajtad múlik. És a következő pedig az a képzettség és az a fajta, azt mondom, felnőtt kapcsolat, ami a kollégákhoz, meg az igazgatóhoz és a szervezethez így fűz. Mert néha az is el tud kedvetleníteni, el tudna csüggeszteni, és ne csüggesszen el. Szerencsére a világegyetem vélemény független. Legyél te is az. Szívesen. A pszichedelikusokról lenne egy kérdésem. Ez egy milyen rend, a pszichedelikus rend?
Van olyan? Nincs. Nincs. Jó. Nem tudok róla, lehet, hogy van. Jó magam nem élek vele, úgyhogy valószínűleg ezért is lesz rövid, mert szerintem te se tapasztalatból fogsz válaszolni. Olyan kérdésem van, hogy ennek ellenére... Vagy annak, elmondjuk, hogy mi a pszichedelikum, azt meg lesz ellepve. Annak ellenére, hogy, hogy nem élek vele, nagyon érdekesnek tartom, és nagyon régóta olvasok utána, nagyon sok előadást hallgatok évek óta. Ugye a pszichedelikus anyagoknak az a része, amelyiket az önfejlesztéshez vagy a tudatos élethez használják megfelelően, azoknak nincs, vagy hát ha helyesen használják, nincs se fizikai, se pszichés függősége. És az a kérdésem, hogy meglehetősen sok éves tudásom alapján nagyon úgy néz ki, hogy a közhiedelem ellentétben vannak olyan természetes szubstanciák, amik elősegítik a tényleges tudatos életet, megerősítik, vagy egy más szemszöget mutatnak a valóságból, más rálátást önmagadra, mások megértésére, úgy, hogy közben nem révül az ember, hanem teljesen tudatos marad. És az a kérdésem, hogyha biztos lennél benne, hogy ilyen van, akkor kipróbálnád, de ha igen, miért, ha nem. És nem ilyen erős tejákra gondolok, hogy ilyesmi, hanem ami ténylegesen arra. De miért ne? Hát az erős teák azok finomak. Hát nemrég adagoltam túl a zöld teát, gondolok, hát amik, olyat aludtam tőle, hogy az borzasztó. Amik ténylegesen sorfordító hatással lehetnek. Az nem tea, és nem gomba, és nem semmi. Az nem. Elmondom. Képzelj el egy hegymászót, aki egyszer csak ellustul. És azt mondja, hogy hát ő fönn volt így az Alpokban, 3-4 ezer métereseket megmászott, de a 8000-esekre már nem akar fölmenni. Hát inkább legyen egy helikopter, amivel fölviszik. Van egy kis tapasztalata volt, de mondjuk 4000 fölött nem járt. És ha lenne is olyan helikopter, amivel őt a 8000-es csúcsokon kiteszik, nagyon valószínű, hogy fél órán belül agyiödémát és tüdődémát kapna, és meghalna. Miért? Mert nem tréningezett. Akik tényleg fel akarnak menni a K2-től a Nanka Parbatig vagy a Csomolungmáig, ők nagyon komolyan edzenek. És azért edzenek, hogy kibírják a tapasztalatot. Ezt háromszor alá kell húzni. Aki bármiféle kémiai rásegítéssel él, az egy olyan eszközrendszert választ, amivel nagyon rövid ideig nagyon erős alternatív tudatállapotokat el lehet érni, de megtartani nem. Sőt, felkészülni rá sem. Mondtad a gyönyörű előfeltevős részben, hogy valószínűleg te nem, félig igaz. Ha azt kérdezed, hogy tapasztaltam-e rendkívül nem hétköznapi szélsőséges tudatállapotokat, a válasz természetesen az, hogy raklappal. Ha azt kérdezed, hogy használtam-e hozzá bármiféle kémiai rásegítést, a válaszom az, hogy nem. Miért? Mert nem kellett. Nekem jöttek anélkül is. De miért nem ittam semmi módon kávét 2011-ig, amikor is egy szerzetes megkínált kávéval? Egyszerűen nem kellett kávé. Társaim mindig fiatalabb koromban azt mondják, hogy te figyelj, te olyan vagy kávé nélkül, mint mi kávéval. Húrá, hát akkor nem kell kötteni omniára, és itt darálni a közértben azon a kis darálón, tudod? Amikor arról van szó, hogy tapasztalatok szerzése, akkor meg kell nézni, hogy mit akarok és miért. Tehát van, aki ilyen elképesztő utazásokra fizet be csak azért, hogy más legyen az érzése, mint a hétköznapokban. Kifizetett nagyon sok pénzt, visszajön Perúból, és akkor ugyanebben a hétköznapiba itt szépen landol. És akkor meg az a baj. Tehát nem készült föl rá, nem tudja, hogy miért csinálja, megvan a trip, utána visszajön, és utána megint egy úgynevezett inverse függő helyzetben van. Lehet, hogy nem szed semmit, és nem használ szert, de folyamatosan baja van ezzel a világgal, folyamatosan kapcsolati problémái vannak, folyamatosan nem találja a helyét. Ez az inverse függőség, nem tudod kimutatni, hogy pontosan mi a baj, hiánytünetek vannak, vákum van. És aki erre, mint jelenség szinten ugye rászokik, annak előbb-utóbb ezt valami módon újra kell termelni. Egy újabb trip kell, egy újabb élményhalmaz kell magyarul. Ha nem teljesen transzcendens az ösvény, akkor elkezd ilyen ciklusokban, rövid vagy hosszú, nagysugarú körökben szépen elkezd keringeni a van és a nincs között.
az utazom és a visszaérkezem között. Az extázis, a révülés és a hétköznapi unalmas nihil között. Oké? És ez a veszélyes. Tehát amikor egy korrekt hagyományra rálelsz, akkor az ezeket a dualitásokat és ezeket a ciklikus utazásokat teljesen kiveszi, visszahoz ebbe a pillanatba, és a tudat eredeti tisztaságát tanítja, és hirtelen egy teljesen más nézőpont áll be. Ha hitelességre vágysz, akkor nem csak a hagyomány veretes ugye, változatait keresed, amelyek mondjuk több évszázada tényleg ugyanazt tanítják, hanem megnézed az eszközrendszerét, és ha azt látod, hogy ugyanazzal az eszközrendszerrel éri el a helyes tapasztalást, mint amivel megtartja, akkor az elég jó lehet. Mert ebben a kettőben nem lehet semmiféle érzékszervi függés. Ha az elérésben van, mert mondjuk valamilyen szerhasználattal ért el egy tisztább tudatállapotot, ami időszakosan lehetséges, senki nem mondta, hogy nem lehet. Hát vannak olyan szerek, amelyek az én élményedet úgy lehámozzák rólad egy-két óra alatt, hogy semmi nem marad belőle. Csak egy ilyen nagyon finom víziógyűjtemény, testélmény nincs, minden, mint egy film, így szépen mendegél, és egy idő után leszállsz, és felébredsz a testben. Igen, nem csak ezzel nem lehet élni. Ezt nem lehet megtartani, ezt a tapasztalatot. El kell fogadni, hogy testben vagy, hogy látsz, hogy hallasz, hogy szagolsz, hogy tapintasz, és ízlelsz. Tehát a meghaladást el tudta érni, de a tiszta tudat megtartását nem. És itt látod azt, hogy az eszközrendszer, amellyel elérte, és az eszközrendszer, amellyel megtartaná, az nem ugyanaz. És itt borul az egész. És a harmadik komponens, ami szintén fontos, hogy amivel továbbadja. Most gondold el, látsz olyan tanítást, hogy te kaptál valamit kezdetben, hosszú évtizedekig gyakoroltál, és amikor tényleg rád akarják hagyományozni az adott stílust, akkor hirtelen valami nagyon nagy titokra fény derül. Hogy eddig nem tudtad, pedig már 20 éve nyomod, most elmondom, hogy tényleg mi van ebben. Hiteltelen azon nyomban. Tehát az elérés, a megtartás és a továbbadás. Ha ez a három ugyanabban az eszközrendszerben történik, és mind a három művelet sikeres, akkor az rendben van. És ez szükségszerűen nem tartalmazhat kémiai függést, vagy kémiai rásegítést. Ezek alapok. Nem hinném, hogyha a kábítószer hatását neked fel kéne mérned, akkor magadba kéne belőni bármiféle anyagot. Menjél el egyre habba, látogass be. Nem messze van innen deszk. Hálás vagyok annak a lénynek, aki segítőként, életvezetési tanácsadás kurzus részeként engem bevitt oda, és ő életvezetési tanácsadást tartott, mint szociológus, én pedig meditációt tanítottam, mint ennek a programnak a része. És ott olyan függők voltak, akik már fizikailag tiszták voltak, 3 és 6 hónap között már ott voltak, és a meditációval mondjuk a mentális gyökereit szerettük volna egy kicsit kivenni a függőségnek. És azért mondtam az előbb, hogy az elvárásoktól tartózkodjunk, mert az egy nagyon kiózanító kurzus volt. Nem tudod a több évtizedes, vagy akár az 5-10 éves függést egy pár hónap, vagy akár 1-2 év alatt orvosolni. Olyan mélyen beleívódott az identitás rétegbe. Az állandó kémiai és fizikai örömszerzés, az ettől a világtól való elrugaszkodás kényszere. És mélységes együttérzésem azoknak, akik ebben az állapotban vannak, de saját erejükből kell kijönni, és nagyon kell akarni. És nincs más út. Segítséget kaphat, de helyette a terhet nem viszi senki. Ebben a függő világba való belátogatás, ez egy kőkemény tapasztalás volt, és mellé teszem rögtön a csillagbörtönt, mert oda is, mint bejáró meditációs tanító sikerült bejutnom, ugyanebben a programban, és mind a kettőt olyan 2 évig csináltuk, átlag másfél havonta. Épp elég mintavétel volt. A börtönben is rengeteg nyugtató és fájdalomcsillapító függő van. És nagyon kemény az a világ, amikor a tész, a tényleges életfogytiglanosok ott ülnek melletted, és neked tanítanod kéne pontosan azt, amiről ők nem akarnak hallani. Nem.
Tehát pont a realitásról nem akarnak hallani. Valahogy elviselhetővé kell tenni a következő napot. Már nem a következő évben, vagy a hátralévő évtizedekben gondolkodik, csak a következő napban, hogy azt élje túl. Már az az érzékszervi függés is bőven elég, amivel egy normális hétköznapi ember létezik. Mennyire függünk attól, hogy mit látunk, mit hallunk, mit eszünk, mit ízlelünk, mit gondolunk, és a mások ugye mit gondolnak felőlünk, mit éreznek belőlünk. Már ez épp elég függés. Na most erre még rátenni egy lapáttal, ez kőkemény. Ezt mindenki gondolja meg nagyon jól. Úgyhogy a felébredés az lehet nehezített pályás, és lehet átlag ugye, nehézségű feladat. Mindenki nagyon-nagyon jól válogassa meg, hogy milyen akadályt rak maga elé. Egy idő után le akarja küzdeni. És az utolsó mondatként a deszki rehab megszűnt. Egyszer, mert önkormányzat azt mondta, hogy ezt most ők már nem fizetik. Rengeteg kérdés fogalmazódott meg bennem, de most utoljára, hogy ez mind így van, ugye, tehát hogyha igyekszem megtenni, ami az öt fogadalomban van, vagy ami a tiszta emberi tudathoz, élethez szükséges. De körülöttem nem az van, tehát, hogy mit tudom, valaki rám támad, vagy olyan élethelyzetbe kerülök, amikor ki kéne állni magamért. Itt, akkor most a... Tehát minden áron ehhez ragaszkodjak, vagy... Mihez? Hát az öt fogadalomhoz, vagy azt tudom... Ragaszkodásról nem volt szó. Arról volt szó, hogy lásd, hogy mikor nyitottak és mikor zártak, mikor tartod meg, és mikor szeged meg őket. Tehát akkor, hogyha egy olyan helyzetbe kerülök, akkor ez megengedett? Ezt abstrakció szintjén kijelenteni nagyon veszélyes, ezért azt mondom, amikor egy konkrét helyzetet mondasz, akkor kapsz egy konkrét választ, addig nem. Én teljesen becsületesen az egyeségünknek megfelelően csinálok egy másik emberrel valamit, ő pedig... utólag derül ki, hogy kijátszott engem, amivel megkárosított. Akkor nekem van lehetőségem arra, hogy a teljes felelősséget vállalva magamért, de kiálljak magamért. És... Sőt, kötelességed, mert a helyes kiállása a magadért, azzal tanítod a másikat is, hogy ezt veled nem lehet megcsinálni. Ez fontos. De az, hogy te közben ne árts, csak érvényt szerezz az igazadnak, ez is fontos. Tehát nem kétajtós szekrényekkel mész el este 9-kor az illető lakására, hanem küldesz neki egy tértivevényes felszólítást, és akkor elindul egy nagyon bürokratikus, nagyon súlyos, nagyon bonyolult folyamat, amiben elfogadható emberi eszközökkel megpróbálsz érvényt szerezni annak, hogy ne hazudjon, ne vegye el azt, ami nem az övé, és erre rá kell ébreszteni szépen. Az nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen úton teszed, mert ezáltal te válsz valakivé és valamivé. A fogadalmak felvétele nem azt jelenti, hogy te hagyod magad eltaposni. Helyesen küzdj. Tehát nagyon kevesen látják át, hogy az ellenfelet azt harcképtelenné kell tenni, és nem megölni. Jó? Nem mondtuk, hogy könnyű. Soha. Csak azt, hogy lehetséges, és az út így elvezet a megfelelő irányba és a megfelelő célhoz. Mert amikor lezárul a történet, hogy Uram, bocs, az életed végén visszanézel a fontosabb fejezetekre, merj és tudj és akarj szembenézni magaddal. Mert az ott lesz. Senki nem mond olyan kemény ítéletet magad fölött, mint saját magad. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet, azt, hogy eljöttetek sokan távolról, más városból ma Szegedre. Köszönöm a figyelmet, a jó kérdéseket és a szervezést, illetve házigazdánknak a vendégszeretetet. Szívesen látunk mindenkit a templomunkban, bármiféle foglalkozásra, elvonulásra, esetleg kertészkedésre, hogy ehhez van kedvetek. Köszönöm szépen!